Forró lesz a nyár, az a jó, ha otthon egy jacuzzi vár. Már kezdő Minecraftos koromban is mindig töregettem arra, hogy a lehető legfényűzőbb életet élhessem a játékban. Szerintem minden egyes építmény, amit létrehozol te vagy én a játékban, az egyfajta cél, amit majd el szeretnénk érni a valóságban. És mivel ha minél nagyobb célt állítasz fel magadnak, akkor annál nagyobb az esélyed arra, hogy legalább a töredékét megvalósíthasd, éppen ezért vágunk bele a mai részben egy igazi luxus jacuzziba. Közben pedig azért szálltam ide a YouTube díjhoz, mert ez speciál az én álmom volt, amit ti megvalósítottatok. Mondjuk, látom azt a 40%-ot, ha még esetleg, véletlenül te is az alsó sor boldogítod, akkor mindenképp iratkozz fel most. Ezért én rendkívül hálás vagyok, te pedig nem maradsz semmelyik mesterfokonról. No de akkor, el kéne döntenünk még ebben a percben, hogy a luxus jacuzzink az egészen pontosan hol foglaljon helyet. Hát ez a feladat szerintem nem volt nehézkes, ugyanis ez a helye tökéletes lesz. Illetve az egyik nézőm ezek helyett a táblák helyett beajánlott úgynevezett nyitható kerítéseket. Hát segítek, kapunak hívják őket. De viccen kívül ez egy szuper ötlet, szóval köszönöm szépen. Így most már végre az összes tiszt bejáratunk tökéletes. Egyébként az sem véletlen, hogy egy jacuzzi elkészítésére esett a választásom ebben a részben, ugyanis ezt kértétek és én megadom nektek. Pontosabban mondtátok, hogy legyen resztón, és én pedig erre gondoltam rögvest. Viszont ehhez mindenképpen méz is kell. Összesen csak 3 darab mézblokkom van jelenleg, pedig nekem 8-ra lenne szükségem. Hajrá méhek, dolgozzatok szélsebesen. Amíg ők dolgoznak ezerrel, addig én bele is kezdek az építésbe. Mondjuk azért ezt érdemes lenne eltakarítani innen. Hú. Az igen, a hatékonyságot az még darál rendesen. Így ha minden igaz, akkor már nem fog átlógni a felettünk lévő szintre. Közben pedig rendkívül kíváncsi lettem, hogy itt mégis mennyi a szabad hely. Na ne! Hát emberek, egy újabb kihívással kell szembenéznünk az építés közben, de semmi gond nincsen, mi megoldunk mindent. Ha kis helyen, hanem a luxus jacuzzi az bizony ma készen lesz, hogyha a házunkat közben nem teszem tönkre. Ne csúrjad már blokkot, te Enderman! Heee! Te elvett a pénzt, te! A homokos mindenedet, meg a mini zombinak is, hát nem hiszem el. Negyedik méz, meg van a fele. No kérem szépen, amit erről a jacuzziról tudni kell, hogy 4x4-es lesz. Itt pedig egyen lejjebb visszük ezt a szintet. Csak így, igen egyszerűen. Ezután ide, valamint a sarokra, illetve ide egy-egy oszlop érkezhet, közéjük pedig lépcsők jöhetnek. Remek, ennek így kell kinéznie, és most pedig még több lépcső érkezhet, méghozzá most már körbe. Tehát ez a 4x4 blokkos terület a lélek homokokkal együtt így van készen. A vizet már most beleönthetnénk, de azért még várjunk vele, hiszen azért tudjuk, hogy a restónak a víz a legnagyobb ellensége. Az igen! Hát ilyen is először történt, bejött a házamba egy Enderman, és behozta a földblokkot is magával, hát ezt nem hiszem el. Mostanában egyre több mob akarja a házamat, ez azért nem lehet véletlen. Na gyere haver, kapj el! Jut eszembe, bakker, ennél 3-szor több sticky piston kell. Ragadjál te galaj! Ezt így fogom most bemutatni, a ragadós galajt. Szóval, fentről így néz ki az, ami eddig készen van, és alá le kell tegyük a nyálka, illetve a mézblokkokat. De nem mindegy, hogy hogyan. Mindenekelőtt kiássuk a terepet egy kicsit átláthatóbbra, és miután már biztosak vagyunk abban, hogy a középső 16 blokkot oldalról semmi sem határolja, elkezdhetjük lepakolni a ragacsos rugattyúinkat, és mikor pontosan így a középső 4 megvan, akkor elkezdhetjük lepakolni ezeket a blokkjainkat. De ez sem akárhogyan, ugyanis egy rugattyú képes 12 blokk eltolására, és összesen itt már 8 van. De ebben az esetben szükségünk van 28 blokk mozgatására, és ezért ez így 4-esével jön ki a legjobban. Vagyis igen, nyálkákat és mézeket tekintve 4-esével, de valójában 8-asával. Ugyanis hozzá vannak a fölöttük lévő 4-4 blokkhoz tapadva. Szóval minden 4 dugattyú külön-külön 8-attól majd, és ez a lényege a dolognak. Már csak 2 mézblokk hiányzik, azaz. Egyébként az a tanulsága ennek a dolognak, hogy a nagyobb felületeket, mint például ez, úgy mozgathatsz, hogyha ilyen megoldást alkalmazol a méz, illetve nyálka blokkokkal. Hiszen ezek nem tapadnak össze egymással, éppen ezért történhet meg külön-külön a dolgok mozgatása. És így, ezt a mechanikát kihasználva, elfelejthetjük azt, hogy csak 12 blokkot tudunk eltolni egy pisztonnal, mivel ilyen paneleket alkalmazva, és ezeket eltolva külön-külön pisztonokkal, bizony egy bármekkora nagyságú és mozgatható felületet kaphatsz. A mocskákkal pedig már tényleg nem tudom, hogy mi van, tehát minthogyha farmolódnának. Rendben, mézek tekintetében már közben haladás van, te pedig micimackónak képzeled magad? Hát tűnjél már el innen, neked nem kell méz, nem is értem, hogy mit akar. Na, de folytassuk a jacuzzinkat, méghozzá 2 gombbal,
amik itt lesznek egészen pontosan. Az elsővel vezéreljük majd a dugattyúkat, éppen ezért innen indulunk lefelé haladva. Semmi más nem csináltam, egyszerűen csak lehoztam ide a vonalat. És most kezdünk bele az érdekes dolgokba. Ugyanis szükségünk lesz egy ilyen rövidítőre, aminek rendkívül egyszerű a megoldása. Konkrétan készen is van. 2 másodperc alatt. És ez pedig a kivezetése a dolognak. Szóval, tény, hogy egy gomb mindig pontosan 1 másodperces jelet ad. Itt viszont, ha nézed ezt a resztont, és én megnyomom ezt a gombot, akkor láthatod. Csak egy pici, aprócska pillanatra villan fel, és épp ez a rövidítőnk lényege. Ha a következő dugattyunkat is ide teszem, akkor még szemléletesebb lesz. Most figyelj! Csak egy picike pillanatra megy át a jel, tehát a célunk el lett érve. És ráadásul pofon egyszerű a megértése. Ugyanis, amikor ide bejön egy bármilyen hosszú jel, akkor ennek a repeatőrnek a segítségével ezen a blokkon átmegy, éppen ezért itt nincs miről beszélni, egyszerűen tovább megy. Viszont van egy bökkenő a rendszerben, ugyanis egy kis késletetéssel ez a dugattyú eltolja ezt a blokkot innen, amin eddig átment a jel. És pont ez az oka annak, hogy lehet bármekkora a jel, akár végtelen is, mert miért ne, itt akkor is, mivel megszűnik az átmenet, ezért a jel rövidítve lesz. Méghozzá pont annyival, amennyit itt késleltettünk rajta. Tehát ez innen ugyebár átmegy szuper gyorsan, viszont mivel ez még egy kis késleltetéssel itt van, ezért ez aktiválja a pisztont, eltolja a blokkot, ennek következtében ez az átmenet ez megszűnik, és épp ez a lényeg a dolognak. Tehát ez a késés amekkora, akkora lehet az a max jel, ami még átmehet a túloldalra. Remélem értetted, mert ezt én 9 évesen nagyon vágtam. Okay. Viszont nekünk most a célunk az, hogy csupán egy tikkes, vagyis 1/10 másodperces jel jusson át a túloldalra, és ez így érhető el. Valamint megkoronázzuk ezt az egészet egy redstone blokkal. És most jön az eredménye az összes magyarázkodásomnak, az összes építésemnek. Ha most ezt egy kicsit figyeled, akkor meg is érted a lényeget. A redstone blokkot nézd erősen, hiszen az lesz mindennek a vége. Egy gombnyomás, és még egy gombnyomás. Oda, vissza. Ez olyan, mintha a gomb egy kar lenne. Mert ugyebár egy karnál ez jelenti azt, hogy ki, be, ki, be. Egy gombnál viszont már teljesen más a helyzet, ugyanis ott, most így oldottuk meg, hogy legyen ki és be. Szóval igen. Azért készítettük el ezt az egészet, hogy itt ne egy kar, hanem egy gomb legyen, mert így szerintem szebb. Nem, amúgy hidd el, hogy ez a kis alapszerkezet, hú, már a macska is menekült tőle. Szóval ez a kis alapszerkezet a legtöbb esetben a nagyobb rendszereknél rendkívül hasznos lehet. És tényleg, szinte az alapja mindennek. És igen, ki, illetve be. Csupán ennyi a lényeg. A maga működésével és a maga céljával teljesen tökéletes. Rendben, most, hogy végeztünk a T-flip-floppal, mert hogy így hívják ezt a szerkezetet, elkezdhet a pisztonok bekötése. Tényleg ez a lehető legegyszerűbb része az egésznek. Csupán mind a két oldalon bekötöm őket jelismétlőkkel. Ez ennyi lenne. Tehát akkor ki és be. Aztán pedig ki és ismételten be. Hát ez valami csodálatos lett. Ki, be. Ki, és be. Megint ki, megint be. 10 évvel később. Ismét ki, vissza be! Most, hogy már ilyen szipi szuper a szerkezet, az utolsó mézblokk is kéne. Megint az Enderman. Hát higgadjál már le! Az igen! Tehát nem lehet így meglőni egy Endermant. Az érdekes. Hát jó, akkor csak kinyírjuk. Ilyen egyszerűen. Táncoló mély. Hát ilyet is ritkán látni a vidéken. Rendben, megvan a következő adag, menjünk visszafele. Vagy mégse. Gyertek, itt van a kaptár erre. Megszaporodjatok is közben, és akkor minden szép lesz. Ez az, ott is van a picike. A legutolsó mézblokk elhelyezésével kijelenthetem, hogy a jacuzzink mostantól működőképes. Méghozzá már csak meg kell töltenünk vízzel. Ugyebár ez az alakzat ez pont tökéletes, ugyanis így, mivel átlósan megvan mindenhol minden, ezért teljesen fel lesz töltve. És igen, a jacuzzink első fele el is készült teljesen. És még azért csak az első fele, ugyanis a második fél az a zuhanyzó része lesz. Egyébként ez a pezsgőfürdő önmagában is valami elképesztő lett. Nézd meg, mekkorákat lehet ugratni benne. Buborékod is meg minden, hát ez tényleg valami fenomenális lett. A gombot megnyomva pedig valóban kapcsolhatjuk ki és be. De, mint mondtam, ez még nem minden. Ugyanis valóban ideálhatjuk ki ezeket a bizonyos zuhanyzási kellékeket. Nos, dizájnoltam is egy keveset, de valahogy nem tetszik nekem.
Tehát lent teljes mértékben egyszerű lett a stílusa, fönt pedig nem. Na így, ha minden igaz, már sokkal másabb lesz. És igen, tehát valami oknál fogva a megfelelő térhatást most érte el. És így, még ha jól sejtem, akkor egy gyönyörű szép lámpája is lehet. Na de, most már foglalkozzunk a zuhanyzó résszel, amihez csupán 3 darab adagoló kell. Ezeket pedig semmiképpen sem így ide, hanem sokkal logikusabban helyezzük majd el. Szóval ezt innen gyorsan ki is szedem. Ez olyan volt, mint mikor a tanár gyorsan letöli a tábláról a helytelen megoldást. A lényeg, hogy így csinált. Aztán... hát... az igen. Hallod, versenyt futunk a térrel. Hát ezt nem hiszem el. Rátesszük az adagolókra a resztónokat, miközben nyomjuk a shiftet, és akkor, ha minden igaz, levezetjük a jelet, és készen is lesz. Hogyha a gomb mögött van a vége, és aktiválni lehet vele, akkor tökéletes. Hát mondjuk ez itt így... mit csináltam itt, te jó Isten? Itt bizony víz fog folyni, hát akkor mégis mit csinál a Rolex? Néha még magamat se értem. Oda hogy teszem fel? Annyira katyvaszos ez a helyzet, a lényeg, hogy legalább most már meglett. Ennek az igazán okos elhelyezésnek következtében nem látható a két oldalsóból semmelyik sem, hát a középső az meg... oda senki se nézzen. Ne nézz oda, csak nyugalom. Ha nagyon akarnám, amúgy lehetne itt is turpiskodni egy keveset, és turpiskodok is, mert én megtehetem. Na jól van, én kiégtem. Ami a lényeg, hogy a zuhanyzónak a gombja is bele fog menni egy ilyen rövidítőbe, és az a pisztón, amelyiket mi itt csak a jeladáshoz használtuk, az gyakorlatilag a víz eltömője lesz. Mutatom is, hogy a gyakorlatban hogy megy ez, leteszem ugyebár ezeket így ide, hogy elrövidítünk már készen, és ez belemegy abba a bizonyos pisztónban rögvest, ami majd elzárja a vizet. Várjunk. Az a blokk az ott miért üres? Az ott miért üres? Ezt nem hiszem el. Az ott miért? Az ott miért? Annyira, de annyira kevés a hely, hogy az valami hihetetlen. Itt van a dugattyunk, ha jól hiszem, igen. És ebbe csupán bele kell kötnünk ezt a jelet. Ez elsőre is így lett volna könnyebb. Na végre, a műszertérben minden készen, szóval jöhet az első teszt. Az igen. Be tudja tolni és vissza is tudja húzni, hát ez szuper. Most már csak a 3 vizes vödrünk kell, amiket a 3 darab adagolóba szépen be is helyezek. Rendben, ha minden igaz, akkor mindegyik meg van töltve vízzel, ennek következtében lássuk, hogy hogy üzemel. Igen, a középső az pont akkor csukódik be, amikor ugyebár a víz jönne. Szóval orvosoljuk, szó szerint megfordítjuk a helyzetet, ugyanis adunk ennek egy jelet, és ennek következtében a pisztoly most került abba a helyzetbe, hogy amikor a víz majd jön, akkor nyitva lehessen. Zuhany funkció, működj kérlek. Működj kérlek, na ezt nevezem tökéletesnek. Figyelj, több órás munkánk eredményeképpen ismét elmondhatjuk azt, hogy létrehoztunk valami elképesztőt a játékban. És akár hiszed, akár nem, ennek az egyetlen kis soroknak 5 áll. Van. Az első ugyebár a csak zuhany, ebben meg lehet mártózni bármikor bátran. A második az a mélyített zuhany, ez nagyon durva, tehát ebben már úszni is lehet, valami hihetetlenül lett megoldva. De hogyha nem szeretnénk benne lenni egy ilyen epic dologban, akkor szimplán visszavesszük az zuhanyzókat, és ennek következtében megkapjuk az alap jacuzzit, ami ugyebár így néz ki. Lehet benne még akár pattogni is, és mindez automatikusan történik. Ez ám a jacuzzi. Ez nem egy jacuzzi, hanem ez a jacuzzi. Ez valami brutális. Egyébként, tudod, nemrég volt igazán sok durva, epic, farmolós rész, és a sorozatnak, illetve nekem is kellett már egy kis pihi. Éppen ez az oka annak, hogy nem egy Minecraft tippekbe került ez a jacuzzi, de ettől függetlenül szerintem ebből a részből is rendkívül sokat lehetett tanulni. Viszont a kalandpálya sorozatomban csak a szórakozás lesz a cél, szóval azért arra is lehet már testben, illetve lélekben készülni, ugyanis hamarosan el fog indulni. Viszont, ha tetszett a videó, vagy szeretnél kívánni egy boldog névnapot, akkor mindenképpen dobj egy lájkot, illetve fejedd meg azt a feliratkozás gombot. Nagyon szépen köszönöm, hogy már ilyen sokan rendeltetek mesterfokon cuccat, és akkor találkozunk a következő részben, addig is, sziasztok!